Egy kis romantikus éjzenére várja a Makolya Katrálkász Gergely koncertorgonista, aki több mint 10 éve mindig elhozza Makóra új műsorát. Az est az egyik legismertebb zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart köré szerveződik, aki 260 éve született. Egy szertelen, zseniális, folyton vibráló, egy nagyon izgalmas estével várom a makóiakat. Nem csak Mozart lesz, hanem az ő egyéniségének megfelelően válogattam más műveket is, amik mutatják azt, hogy mennyire színes volt az ő egyénisége. Nagyon tisztelte és szerette Bachot, úgyhogy Bach is lesz, Liszt Ferenc szintén évfordulós, tőle is játszom, és Beethoven a nagy kortárs szintén terítékre kerül. A művész szerint az este ugyanolyan lesz, mint maga Mozart volt. Vibráló, színes és sokoldalú. Mindezt a zenéjén keresztül szeretné átadni a közönségnek. Ám emellett, ahogy az organistától már megszoktuk, mással is elkápráztatja közönségét. Hozunk egy nagyszerű kamerarendszert az orgona köré, kezet, lábat, mindent fogunk mutatni. Tehát ugye orgonát vezetni kicsit olyan, mint űrhajót vezetni. Vagy bocsánat, orgonán játszani kicsit olyan, mint űrhajót vezetni, mert egy rengeteg kapcsoló, rengeteg gomb az ember keze ügyében, és ezt izgalmas látni játék közben. Úgyhogy a kedves hallgatóknak olyan érzésük lesz majd, mintha az orgona padon ülnének, annyira körbevesszük és annyira megmutatunk mindent. Szerintem egy izgalmas este lesz. Eddig legalábbis nagyon szerették. Rákász Gergely előadására október 9-én vasárnap 18 órakor kerül sor a Hagymaházban. Erre 2x2 főre szóló belépőjegyet sorsolunk ki közösségi oldalunkon közzétett játékunkban.